estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Tegnap már láthatták összeállításunkat a napszemlében az utazási irodák helyzetéről, ami kifejezetten biztató. Több a turisták által kedvelt országban is lazítottak a korlátozásokon, ezzel párhuzamosan pedig az érdeklődés is megélénkült a külföldi utazások iránt. Mikor, hova és hogyan érdemes nyaralást tervezni? Erről beszélgetünk a következő percekben Szabó Máriával, a Forum Travel Center utazási iroda tulajdonosával. Jó estét kívánok! Jó estét! Na, kezdjük akkor tényleg azzal, hogy valamiféle pozitív irányú mozgolódás elkezdődött. Légitársaságok kezdenek pozitív híreket adni, tervben vannak olyan változások, lazítások, amik azért segíthetnek a turizmusnak is, de nincs könnyű helyzetben az ágazat. Mit tapasztalnak most önök az utazási irodában? Nagyjából hányan, milyen intenzitással fordulnak most önökhöz, hogy megjelentek ezek a biztató hírek? Számos érdeklődésünk van, de hangsúlyozom, jelen pillanatban érdeklődés. Azt gondoljuk, hogy ahogyan lesz tényleges információnk arról, hogy pontosan a hivatalos állásfoglalások szerint mikor nyit Európa, akkor azt gondolom, hogy egyre szépen újra visszatérnek az utazási foglalások is. Nyilvánvalóan vannak olyan utasaink, akik bíznak abban, hogy el tudnak utazni, és nem mondták le a foglalásukat. Azt gondolom, hogy ezeknél az utasoknál is kellőképpen, és mindig kizárólag csak hivatalos információkból adunk tájékoztatást nekik az útjukkal kapcsolatosan. Melyek azok a főbb desztinációk, amik érintettek? Nyilván azért vannak sztereotípiák a klasszikus nyaraló helyekről, de mik azok, amik most azért már leginkább, hát akár hivatalos, akár félhivatalos információk alapján úgy tűnik, hogy talán a leghamarabb újra megcélozhatók lehetnek? Hát én azt gondolom, hogy az a legelső, a magyar külföldi utazást szándékozó vagy foglalni kívánó utasok számára a legelső a szomszédos országok, és mivel a magyarok többsége nagyon szereti a tengerpartot, ezért ugye a legcélszerűbb a horvátországi utazás lenne. Azt gondolom, hogy a két ország külügyminisztere is jó úton halad afelé, hogy egy biztonságos és megbízható kapcsolatot létesíteni tudjanak a két ország között, és ez a fő célunk nekünk is, hogy legelső körben a horvát utazásainkat javasoljuk és ajánljuk, és utána, ahogy látjuk szépen folyamatosan a nyitásokat, ezután következnek a mi számításaink szerint és a mi javaslatunk szerint próbálunk azokra az országokra koncentrálni, ahol ugyanúgy, mint nálunk kevesebb volt a fertőzött beteg, és így ezáltal biztonságot is nyújtanak szerintem a magyar turistáknak is. Nagyon-nagyon bizonytalan a helyzet, és tényleg nem nagyon lehet még időben semmit mondani, de nagyjából, körülbelül mennyire menthető meg a turisztikai szezon, mikor tájt realizálódhatnak akár az első utazások, van ezzel kapcsolatban terv, vagy egyelőre még minden csak tapogatózás szintjén zajlik? Hát hivatalosan nyilvánvalóan nincs hivatalos álláspont még jelen pillanatban. Azt is tudni kell, hogy a mi irodánk legfőképpen a külföldi utazásokkal foglalkozik. Tehát szerintem ketté kell választani azt, hogy belföldi turizmus, és ketté kell választani a külföldi kiutaztató turizmust. Nekünk a fő tevékenységi körünk az utazás közvetítés. Számos partnerünk van, nem csak Magyarországon, hanem Németországban is, Szlovákiában is, Horvátországban is, és hogyha Európán kívül megyek, még számos más országban is, de hogyha maradunk csak a nyárban és Európában, akkor azt gondolom, hogy talán én optimistán állok hozzá, és a júliust céloznám meg a július közepén. A realitásom azt mondaná, hogy az augusztus az, ami azt gondolom, hogy már esélyes lehet Európai Unió szinten.
Az is egy érdekes kérdés lehet, hogy nyilván itt nagyon sok embernek már március környékén, áprilisban legkésőbb kiderült, hogy nem fog tudni utazni május-június környékén, vagy addig. Hány százalékban, nagyjából milyen arányban mondták vissza ezeket az utazásokat, vagy éppen foglalnák át az önökhöz fordulók? Tehát mi a tendencia? Bíznak abban, hogy még idén el tudnak utazni ezek az utasok, vagy inkább úgy voltak vele, hogy akkor hagyjuk az egészet? Az utasokból, hogyha 100%-os számot akarok nézni, és mondjuk egy statisztikát, bár megmondom őszintén, nem volt még időm erre, hogy a mi irodáinkban a statisztikát meg tudjam csinálni, de azt gondolom, hogy 40% lemondta az utazását, ők a befizetett összeget kérték vissza. A másik 60% pedig úgymond két részre osztanám. Az egyik rész az, aki bizakodik, hogy elutazik. Nagyrészt túlnyomó többségében ezek az utasoknak augusztus, július, szeptemberi utazásuk van befoglalva. A másik fele, a 60%-nak pedig inkább azt mondta, hogy nem tud elutazni, mert éppen nem engedi a munkahelyen, vagy nem érzi magát esetlegesen biztonságban, ők az utazási utalványt választották. Tehát minden utasnak megvolt a lehetősége, számos lehetőség, visszafizetés, utazási utalvány 2021-ig beváltva, utazási utalvány úgy, hogy még plusz 10%-ot esetlegesen partnereink felajánlottak. Tehát az összes utazási iroda és utazás szervező iroda azt szeretné, hogy az utas biztonságosan tudjon dönteni. Nyilván ez, ha már a biztonság felmerült, felveti azt a kérdést is, hogy vannak-e más tényezők, amikre most érdemes odafigyelni. Tehát ha mondjuk tegyük fel pozitívan, július közepe vége felé, augusztusban újraindulhatnak az utazások, kell valamit, érdemes valahogy másképp csinálni, vagy akár önök is úgy szervezik meg ezeket az utazásokat, hogy teljesen, mintha mi sem történt volna biztonságos körülmények között. Tehát van-e most valamilyen specialitás, amire oda kell figyelni a járványhelyzet miatt? Biztosan lesz. És azon törjük most a fejünket, ez a két hét, amíg meg nem nyitjuk az irodánk kapuit az utasok előtt, erre megy el, hogy gondolkozzunk és felállítsunk egy ajánlást az utasaink részére, hogy hova érdemes, hogyan érdemes utazni, miért érdemes autóval menni, miért érdemes repülővel menni, pro és kontra helyzeteket akarunk felállítani. Ezek nyilvánvalóan ajánlások a mi tapasztalataink és információink alapján. És hát nyilván a tegnapi napszemlében is azért lehetett azt látni, hallani, azt, és lehet tudni tényleg, hogy az utazási irodák nagyon nincsenek könnyű helyzetben, nagyon sok feladat szakadt most önökre is konkrétan. Mi az, vagy milyen formában tudnak most dolgozni, mik azok a főbb feladatok, amik itt a járványhelyzet miatt plusz munkát adtak, hogyan zajlik most a munka, mik azok az igények partneri részről, vagy utazók részéről, amiket ki kell, vagy hát most teljesíteni kell, oda kell rá figyelni, hogyan zajlanak a mindennapok, a munkanapok egy utazásban? Hát márciusban úgy kezdtünk, amikor Európában is berobbant a járvány, hogy megnéztük azonnal, hogy kik vannak odaként külföldön utasaink részéről. Volt egy-két olyan utasunk, akit úgymond határozottan meg kellett kérni, hogy jöjjenek haza, mert most még haza tudnak, módosítsuk át a repülőjegyüket, mert most még van járat. Nem nagyon, tehát volt olyan is, aki nem nagyon szeretett volna a márciusi 35 fokos nyaraló szigetéről eljönni ide-haza a -2-be, de próbáltunk hatni rájuk, hogy most az a cél, hogy mindenki itthon legyen. Majd utána jöttek a zárások, amikor lezárták ugye a határokat, hál' Istennek, mi mindenkit haza tudtunk sikeresen hozni, tehát senki nem volt kint külföldön.
És utána jöttek márciusban a lemondások. Gyakorlatilag nyilvánvalóan március 16-ától home office-ban dolgozunk, március 16-ától Magyarország is home office-ra tette át magát. Ez ugye azt jelenti, hogy nyilvánvalóan mi is édesanyák, feleségek, és lettünk óvónénik és tanárnénik, és érettségiztünk is, és közbe kezeltük az utasokat. Nehéz volt, és azt kell látni, hogy az utasaink nagy többsége törzsutasok, bíznak bennünk, és mi mindig úgy járunk el, hogy mi az arcunkat adjuk ehhez a történethez, tehát a partnereknél is lobbiztunk, ha kellett az utasaink érdekében, a légitársaságoknál is lobbiztunk, ha kellett az utasaink érdekében, és ugyanezt tesszük most is a jelen pillanatig, és próbáljuk azt figyelni, hogy mindenki jól járjon. Nehéz feladat, de most már legalább látjuk a fényt. Azt hiszem, ez végszónak is tökéletes. Én őszintén kívánom, hogy ez a július közepi álom valósuljon, meg induljon el minél hamarabb a turizmus, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Véget ért a szorgalmi, elkezdődött a vizsgai időszak a Debreceni Egyetemen. A koronavírus járvány miatt az intézmény továbbra is az online oktatást, illetve most már vizsgáztatást részesíti előnyben. De hogyan sikerült lezárni a gyakorlati tárgyakat személyes jelenlét nélkül, illetve hogyan oldható meg az online vizsgáztatás? Ezekről kérdezem Barta Elek oktatási rektor helyettest. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert egy nagyon rövid magyarázat itt bevezetésképpen, ugye alapvetően a szorgalmi időszakban vannak elméleti tárgyak, kollokviumok, amik vizsgával zárulnak. Ezeket nagyjából azért tudjuk, látjuk, hogy sikerült megoldani az előadásokat is interneten keresztül, viszont talán érdekesebb a gyakorlati tárgyak, amik lényege nyilván a személyes jelenlét, a közös munka, a gyakorlat. Ezeknek hogyan sikerült így a szorgalmi időszak végeztével nagyjából a lezárása? Nagyon sok kar, nagyon sok történet, de nagyjából mit lehet elmondani, az egyetemen sikerült-e az oktatóknak úgy átalakítaniuk a képzést, hogy hatékony legyen? Valóban ez egy kritikus pontja a képzésnek, hogy a távolléti oktatás keretében hogyan tudjuk a gyakorlatokat megvalósítani. Erre vonatkozóan persze itt a Debreceni Egyetemen elég sokféle eljárás, sokféle taktikát követtek a kollégák, a karok, hiszen a képzés karonként elég nagy eltéréseket mutat. Minden egyes képzési terület, minden egyes szak rendelkezik saját arculattal, saját lehetőségekkel ezen a téren. A karoknak a jelentős részében nem okozott különösebb problémát az sem, hogy a gyakorlatokat a távolléti képzés keretében átállítsák. Erre vonatkozóan, hát ugye az egyetemnek az elektronikus e-learning rendszere, akkor ezek a különböző webináriumok és egyéb kapcsolatot jelentő online formák elég jó lehetőségeket biztosítottak. Vannak azonban olyan képzések, olyan szakok, olyan képzési területek, ahol személyes jelenlétre feltétlenül szükség van. Csak egyet-kettőt említek, hát egyrészt a orvostudomány, az egészségtudományi szakok, 5 karunkon folyik ilyen szakoknak az oktatása. Itt bizony komoly próbatételt jelent a gyakorlat megszervezése. Valójában személyes megjelenés nélkül nem is lehetséges. Erre az egyetem különböző módon tud segítséget nyújtani a karoknak. Egyrészt úgy, hogy ennek a technikai feltételeit megteremti azokat a járványügyi feltételeket, amelyek a biztonságos gyakorlattartáshoz szükségesek. Ezek közismertek, ezért most már elég jól tudjuk mindannyian, hogy mi tartozik ide. Nem csak a maszkok, meg a kesztyűk, hanem fertőtlenítés. Akkor például az, hogy olyan körülményeket biztosítson, hogy a távolságot tudják egymástól tartani. Vannak olyan lehetőségek is, amelyet a tanévnek a meghosszabbítása nyújt, hiszen azok a gyakorlatok, amelyekre
nem kerülhetett sor időben, a megszokott időben, azoknak a gyakorlatoknak a befejezésére ez a meghosszabbított rendkívüli oktatási időszak lehetőséget ad. Úgyhogy egész évben véve azért elmondható az, hogy itt Debrecenben, de azt hiszem az országban más egyetemeken is reális az esélye annak, hogy minden hallgató megkapja a lehetőséget, hogy a tanulmányi kötelezettségeit ennek a fél évnek a során teljesíteni tudja. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy ezek akkor abszolút teljes értékű kurzusoknak tekinthetők, vagy adott esetben elképzelhető, hogy aki nem végez akár a következő fél év, vagy a következő tavaszi fél év során, valamilyen formában kell-e ezeket pótolni, vagy tényleg azért többségében meg lehetett úgy oldani, hogy aki ezt a kurzust elvégezte most ebben a különleges helyzetben, ugyanolyan értékes diplomát tud kapni, mint aki tavaly, vagy mondjuk jövőre végzi el. Ez egy alapkövetelmény, és ez a minimális cél az egyetemen, hogy a követelményekből nem engedünk, tehát ez a diploma, amit most majd kihoztunk különböző módon és formában, hogy ez a diploma pontosan ugyanannyit fog érni, mint amit tavaly kihoztottunk, és remélhetőleg, amit majd a jövőben átadunk a hallgatóinknak. Tehát a követelményekből nem engedünk ezeket, a követelményeket egyébként minden szakon a képesítési és követelményeknek az előírásai tartalmazzák. Az más kérdés, hogy az oktatás szervezésében, a tananyag csoportosításában azért rejlenek lehetőségek, amit a kollégák ki is használtak. Tehát éppen a gyakorlatok kapcsán fontos említést tenni, hogy ahol lehetett, ott előre hozták inkább az elméleti ismeretanyagot, és a gyakorlatot olyan időpontra tették, vagy csúsztatták, vagy halasztották, amikor már ezek a járványügyi előírások enyhülnek. Szerencsések is vagyunk, hiszen most egy ilyen enyhítési időszakban vagyunk. Azt lehet mondani, hogy nem látom akadályát annak, hogy minden gyakorlat, minden követelmény a megfelelő elvárt előírt szinten teljesüljön. Talán a vizsgák, a hagyományosabb előadások, kollokviumok, végi vizsgák, én azt gondolom, így könnyebben hangzik megvalósíthatónak, hiszen azért erre interneten is nagyobb, többféle lehetőség van, mint mondjuk egy gyakorlatnál, de így a kezdődő vizsgaidőszak környékén valóban így van-e, ez többségében sikerül ezt megoldani, illetve ahol nem, és tényleg elengedhetetlen a személyes jelenlét akár vizsgánál, akár záróvizsgánál, ott milyen segítséget tud az egyetem nyújtani, hogy teljes biztonságban történhessenek meg ezek a vizsgák szóban például? A képzések többségénél azért azt lehet mondani, hogy a vizsgáknak az online formában való megszervezése az sikerrel megtörtént. Reméljük, hogy ugyanolyan sikeresen zajlik, mint ahogy ezt a szorgalmi időszakban a képzéssel magával kapcsolatban elmondhatjuk. Tehát még akár olyan gyakorlatigényes szakot is említhetek, most az egyik a legújabb szakunk a lótenyésztés lovasport szervezési szak, ahol az ember nehezen tudja elképzelni ugye az online vizsgának a megszervezését, de igen, van erre lehetőség, hiszen videófelvétellel tud a hallgató számot adni arról, hogy mennyire felkészül bizonyos feladatoknak a végrehajtására. Nem beszélve arról, hogy akik ezt a szakot választják, azoknak otthon is többnyire rendelkezésre áll, például a ló az közelben van, tehát el tudja végezni a feladatokat. De ez csak egy példa, nagyon sok ilyen példát lehet említeni. Ugyanakkor a vizsgákra is vonatkozik az, hogy vannak olyan vizsgakötelezettségek, amit egymaga nem tud elvégezni egy hallgató, amit akár bizottság előtt, például záróvizsga, vagy amihez gyakorlati körülmények kellenek. Ezeknél a vizsgáknál is az egyetemnek fontos feladata, hogy a járványügyi előírásokat betartva, szigorú biztonsági előírásoknak megfelelően tudja ezeket lebonyolítani. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy itt is azért az egyes szakterületek között jelentős különbségek vannak, hiszen egy mentőtisztnek nyilván egész más biztonsági feltételeket kell biztosítani a vizsgához, mint egy humán területen, vagy társadalomtudomány területén, vagy pedig a jogtudomány területén tanuló egyetemi hallgatónak. Utalt már a rektor helyettes úr, hogy hát itt a diploma, amit sokan meg fognak szerezni idén is, az milyen keretek között lesz átadva. Na most a kérdés nyilván erre vonatkozik, lesz-e diplomaosztó, megoldható-e, akár nyilván nem idén-nyáron, hiszen a nagy rendezvények abszolút tiltottak, de akár be lehet ezeket pótolni, vagy ezt a nagyon szép ünnepséget, akik most végeznek, el kell, hogy engedjék, mert nem megvalósítható a diplomaosztó ünnepség megszervezése.
Ez egy fájdalmas döntés, az egyetem éppen a mai napon az egyetem vezetése úgy döntött, tehát valójában ez már tudott volt, hogy most ebben a nyár első felében esedékes diplomaosztókat nem tudjuk megtartani. Augusztus 15-éig ilyen rendezvényekre nem kerülhet sor, hiszen egy-egy diplomaosztó alkalmával 1000-nél jóval nagyobb népesség gyűlik össze az egyetem főépületében, vagy a megfelelő színhelyeken. Ezt most nem lehet megvalósítani. Ez különösen fájó, hiszen a diplomaosztó, ha nem is pontosan a képzésnek a része, de az egyetemi életnek ez egy szerves része, nagyon fontos összekötő kapocs. Az alma materrel a diplomaosztó egy életre szóló emléket ad azoknak, akik egy ilyen szép, az Debreceni Egyetem által biztosított ünnepség keretében tudják készhez venni a diplomát. Ezek után a diplomákat olyan formában fogjuk tudni átadni, ahogy ezt a nyelvvizsga esetében, vagy a hiányzó nyelvvizsga esetében már hetek óta tudjuk, hogy fog történni. Elsősorban postai kézbesítés az, ami számításba jöhet. Egyéni igényeknek természetesen helyt adunk, tehát ha valaki személyesen akarja indokolt esetben átvenni, annak számára megint csak a biztonsági előírások szem előtt tartásával tudjuk a lehetőséget biztosítani. Nos, hát nyilván ennek a járványnak vannak negatív hatásai, de én azt gondolom, hogy az egyetem azért megpróbálja azt megoldani, és nekem úgy tűnik, hogy sikerül is megoldani, hogy ezek a minél kevésbé érintsék a hallgatókat. Egy nagyon rövid kérdés erejéig, lehet esetleg a jövőről tudni valamit? Ugye a következő fél év a szeptember környékén lenne aktuális a kezdete. Van-e már most esetleg valamilyen terv arra vonatkozóan, hogy ez el fog indulni? Úgy számol az egyetem, hogy teljes értékű fél év következik a következő év első fél évében, vagy esetleg van valamilyen B-terv, ha bármilyen probléma elhúzódna, a vírus visszatérne egy második hullám, amiket lehet esetleg most hallani. Mi ezzel kapcsolatban most az álláspont? A szeptemberben kezdődő tanévvel kapcsolatban mindenképpen úgy számítunk, hogy elkezdünk egy szokásos rendben kezdődő és lezajló tanévet. Hogyha visszagondolunk arra, hogy mennyire váratlanul ért bennünket a járvány, és hogy ezek a kényszerű központi intézkedések szinte egyik napról a másikra következtek be, és meghatározták azt, hogy nekünk milyen mozgásterünk van. Azt kell, hogy mondjam, hogy a most tavaszi fél évben mutatott teljesítmény, hozzáállás a karoknak, az oktató kollégáknak és a hallgatóknak is a teljesítése alapján, ha véletlenül mégiscsak egy problémás helyzet alakulna ki ősszel, akkor az egyetem erre teljes mértékben fel van készülve. Felkészültünk erre szakmailag, a mostani fél év nagyon jó tapasztalatokat adott a digitális, az online oktatásnak, minden egyes szakon a lehetőségeit kiismertük. Megvan a szervezeti feltétel, tehát az egyetem rendelkezik olyan szervezeti egységekkel, amelyek ebben segítséget tudnak nyújtani, és rendelkezik a információtechnológiai hátterével is. Nos, hát én tényleg akkor minél sikeresebb fél évbefejezést, és hát gond nélküli következő fél évet kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést, Dr. Hétes. Köszönöm szépen. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.